hogy legalább arról mondjon két mondatot vagy hármat, hogy a 2010-es esztendő abból a szempontból is sajátos volt, hogy nem csak egy év munkájáról tájékoztat, ami ugye fele más év volt, mint hitelesen ezt ő elmondta, hanem egy ciklus, egy parlamenti ciklusnak a lezárását is jelentette. Egy olyan parlamenti ciklusnak a lezárását, amelyre vonatkozólag az állami számvevőszéknek a gazdája, az országgyűlés, az előző országgyűlés, az előző országgyűlések névre szóló és egyértelmű határozatba foglalt feladatot adtak. Nevezetesen nem a teljesség igényével, csak például ugye a 35/2003-as számú országgyűlési határozat rögzíti, hogy az állami számvevőszéknek egy ciklus alatt, tehát 4 év alatt minden helyi önkormányzatnál legalább egyszer ellenőrzést kell végeznie. Ez a határozat érvényben van. Ez azt jelenti, hogy 4 év alatt 3200 helyi önkormányzatnál kellett volna ellenőrizni, hogy mit azt nem rögzíti a határozat, nem is hiszem, hogy az ő feladata, az a számvevőszék feladata, hogy ezt értelmezze, hogy mit kell ellenőrizni. De tény az, hogy mivel 2010-ben az arányos 800 helyett 119 helyi önkormányzatnál volt a számvevőszék, és ha összeadom a 4 esztendőt, akkor kijön maximum annyi, még annyi sem, mint amennyi 1 év alatt lett volna teljesítendő. Ez tehát csak egy olyan nem teljesített feladat, ami önmagában is elég ok lenne arra, hogy azt mondja rá valaki, aki komolyan veszi a számvevőszék munkát, én speciál komolyan veszem, hogy azt mondja, hogy kérem, ez kevés, elnézést kérek, nem tudták teljesíteni a feladatot, más kérdés, hogy miért nem, megvannak ennek a szakmai okai. Én is tudnék jó néhány szakmai okot felsorolni, hogy miért nem tudta teljesíteni a számvevőszék ezt a feladatát. De hát nem csak ezt nem tudta teljesíteni, hanem olyan feladatokat sem, amit a hatályos alkotmány rögzít. Kérem szépen, a jogállam azt jelenti nekem, meg sokunknak gondolom, hogy amíg egy törvény hatályban van, annak a teljesítése kötelező. Vannak jó törvények, vannak rossz törvények. Nálunk nagyon sok rossz törvény született, most megint születőben van egy nagyon rossz törvény, az állami számvevőszékről szóló új törvény, de erről nem akarok beszélni, most beszéltem róla eleget, még fogok is. Jó törvényeket kellene alkotni, mondta Arisztotelész vagy 3000 évvel ezelőtt, nekünk nincsenek jó törvényeink, de ha vannak törvények, akkor is be kell tartani, ha a törvényben valami nem stimmel. A hatályos alkotmányban van többek között az előzetes ellenőrzésnek a feladata, amit a számvevőszék 20 éve képtelen teljesíteni. Természetesen 2010-ben sem teljesítette az ex-ante ellenőrzést, hogy mi ez, most megint nem beszélek, mert erre nincs idő. Arról van szó, hogy a gazdasági események bekövetkezése előtt meg kell nézni valamit, hogy szabályos-e, törvényes-e, rendben van-e, és akkor ugye egyfajta engedélyezési eljárással azt mondani, hogy mehet a kifizetése a közpénznek. Számvevőszék ezt nem csinálta, nem csinálja, rossz a szabályozás. Hát de legalább el kellett volna mondani a Domokos elnök úrnak itt a szóbeli tájékoztatójában, vagy a ebbe leírni a beszámolóba, hogy kérem, alkotmányos feladat, nem tudtuk teljesíteni, most sem. Ez a korrekt, ugye? Talán tudatalat az motoszkált a fejében a Wittgensteini mondás, hogy amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell. Hát ő hallgat róla. Elhallgatja azt a körülményt, hogy önhibáján kívül, de ténylegesen az állami számvevőszék tavaly is alkotmányellenesen működött. Mint ahogy az elmúlt 20 évben is, de erről beszélni kellett volna. Az alaptörvény már ezzel ezt megoldotta, ezt a kérdést, másokat meg persze nyitva hagyott, és nem válaszolta meg. Tehát ezek továbbra is megoldásra várnak. Tisztelt képviselőtársaim, szó esett itt ugye számokról is, ami nagyon fontos, 46 jelentést publikált a számvevőszék tavalyi esztendőben. Hát ugye nem szabad persze szakmailag pusztán egy ilyen mennyiségi adatot ebből levonni következtetést, nem is teszem. Tehát én nem az alapján ítélem meg a számvevőszék tavalyi tevékenységét, hogy egy hallatlan kis számú jelentést publikált. Ugye az egyik oldalon elkölt magára közel 7 milliárd forintot, másik oldalon kapunk érte 46 jelentést, amiket, mint az elnök úr mondta, Domokos elnök úr mondta, valóban ezek az outputjai, a produktumai a számvevőszéki tevékenységnek, miközben persze más tevékenységet is végez, más hasznos tevékenységet is végez, de ezek ugye, amik exaktan értékelhetők, ez nagyon kevés, mennyiségileg kevés. Csak egy példát mondok erre, hogy
a számvevőszék megalakulásakor 1990-ben, amikor összesen 225 fő dolgozott a számvevőszéknél, most 543-as a létszáma tájékoztató szerint. Tehát 21 évvel ezelőtt 27 jelentés készült. Most készült több mint kétszer akkora létszámmal 46. Ez pusztán csak a mennyiség. Nem akarok belemenni a részletekbe, mert ez nyilván most itt ez nem volna lehetséges. Ez igen szerény mennyiség. De ennél is nagyobb probléma, hogy az a bizonyos financial audit, pénzügyi ellenőrzés, vagy szabályszerűség ellenőrzés, ahogy a számvevőszék nevezi, ugye erre szintén kötelezi országgyűlési határozat a számvevőszéket, úgy szól a némi eufémizmussal, úgy szól a határozat, hogy tegye teljessé a financial audit típusú vizsgálatokat az állami számvevőszék, hát tegye teljessé, hát törekedjen rá mondjuk, de mikor, az nincs exaktan meghatározva. Kérem szépen, ez egy 2002-es határozat, idestova 10 éves, és a számvevőszék ilyen típusú vizsgálatot végzett összesen 52-t, és ahogy itt helyesen mondta Domokos elnök úr, az 52 financial audit típusú ellenőrzésből 12-vel gondok voltak, vagy korlátozott záradékot kapott, vagy elutasító záradékot kapott, nincsenek a szálak elvarva. És ez innen már a országgyűlésnek a politikai felelőssége, hozzáteszem, a kormányoldal politikai felelőssége, mert mi jeleztük Bödecs Barna kollégámmal, aki okleveles könyvvizsgáló, hogy a szakma szabályai szerint ilyenkor a megbízónak jelesül az országgyűlésnek az a kötelessége, az lett volna a kötelessége, hogy a számvevőszék által jelzett anomáliákat korrigálja, reparálja, és azt az országgyűlési határozati javaslatot, amit készítettünk, azt elfogadta volna és kötelezte volna a minisztereket arra, hogy azt a 12 vagy nem tudom pontosan hány intézményt, előirányzatot szíveskedjék kijavítani, és újra nézze meg a számvevőszék, hogy rendben vannak-e az elszámolások. Így számolunk el mi. Itt nem szónokolni kell a pénzügyi ellenőrzésről, meg a korrupció elleni harcról, meg a elszámoltatási kultúrának a jelentőségéről, hanem konkrétan ellenőrizni kell. Mikor fog az állami számvevőszék eljutni ahhoz a szinthez, hogy az államháztartásban működő intézmények és szervezetek pénzügyi beszámolóját a maga teljességében ellenőrizze, méghozzá a nemzetközi sztenderdeknek a szabályai szerint, ahogy ezt az elnök úr itt mondta helyesen. Kérem szépen a stratégiában, amit szíveskedett mellékelni a tájékoztatóhoz, erről egyetlen szó sincs. Tehát a stratégia mellesleg belügye a számvevőszéknek. A számvevőszéki tevékenység nem a stratégia végrehajtásával vagy elkészítésével kell megítélni, hanem azzal kell megítélni, hogy az alkotmányban meg a törvényekben rögzített feladatait azt ellátja-e vagy nem. Hogy milyen szép stratégiát tud írni. Mellesleg több stratégia is hatályban van, szíveskedjenek azokat a határozatokat hatályon kívül helyeztetni a parlamenttel, amikben szerepelnek korábbi stratégiák. Ami a határozati javaslat körüli vitát illeti. Én, mint a bizottság elnöke, két változatban terjesztettem elő javaslatot a bizottságnak. Az egyik a sztereotíp szöveggel, hogy elfogadásra ajánlja a bizottság a tisztelt országgyűlésnek a számvevőszék éves tevékenységről szóló beszámolót, mert a törvényi feladatait az alkotmány teljesítette. Ez egy évek óta begyakorolt szöveg. A másik verzió ennek a nemleges változata, hogy nem javasolja elfogadni azért, mert nem teljesített alkotmányos és törvényi feladatokat, csak egy párat soroltam fel, nem az egészet, nincs rá idő, majd a hozzászólásomban ezeket is fogom említeni. Ezért aztán nem lehet ezt elfogadni, valami más megoldást kell, talán nem kell a Domokos úrnak a fejét venni fél egy év után, hogy ezeket nem... De jelezni kell valamilyen formában, hogy kérem, nincsenek a dolgok rendben. Hát nincsenek teljesítve a törvényi feladatok. Hát kitől várható el, hogy a törvényben rögzített feladatait teljesítse, ha nem éppen a számvevőszéktől,
amely másokon számon kéri a törvények teljesítését, most már ugye majd a büntető jogeszközeivel is, miközben ő maga meg, hát az úgy, azt nem teljesítem, hát az zaksom, hát nem olyan lényeges, az okafogyott, vagy ki tudja, mit mond rá. Tehát mi a két verzió egyike sem került végül is a ház elé, egy harmadik verzió került a ház elé, amely verziót az ülés napján készítettek, mondom én, nem én írtam, oda tették, ez volt a harmadik variáció, amit aztán a bizottság megszavazott, mint ide teendő, ide küldendő határozati javaslatot. Ez ugyancsak azt mondja, hogy teljesítette, etc. Aztán ad rá egy indokolást, ami egyébként korrekt, hogy mi volt tavaly, nem volt elnök, stb. És a stratégia elfogadását is javasolja a háznak. Hát tiszteletére, hát mi köze a háznak a stratégiához? Hát az az ÁSZ elnökének a belügye. Nem a parlamenttel kell elfogadni a stratégiát. Én végül is nem támogattam, és a Jobbik frakció sem fogja támogatni ennek a határozat tervezetnek az elfogadását. Én benyújtok egy módosító indítványt, aminek az a lényege, hogy vegye tudomásul a tájékoztatóban leírtakat, a tavalyi sajátos évre való tekintettel az országgyűlés, de az, hogy elfogadta, az, hogy teljesítette a számvevőszék a törvény adta feladatait, azt ne írjuk bele, mert ez egyszerűen hazugság lenne, kedves képviselőtársaim. Hát a tényeket fogadjuk el. A tényeket fogadjuk el. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Szomba Sándor nemzetgazdasági államtitkár úrnak, aki a kormány álláspontját ismerteti 15 perces időkeretben. Önne a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház. Igen, tisztelt számvevőszéki elnök úr! Az állami számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megkaptuk és áttanulmányoztuk. Különösen fontos a kormányzat számára, mivel a számvevőszék jelentéseinek megállapításai segítik a kormányzat, illetve ennél egy kicsit szélesebb körben az egész közigazgatás munkáját. A jelentés megállapításaival alapvetően egyetértünk. Nagyra értékeljük az állami számvevőszék munkáját, amivel az államháztartás törvényes és hatékony működésének elősegítésére tesz komoly erőfeszítéseket. A tájékoztató külön fejezetekben foglalkozik a szakmai feladatokkal, az ellenőrzés támogató háttértevékenységekkel, a jelentések közreadásával, az ellenőri munka minőségével, az intézmény pénzügyi gazdálkodásával és a középtávú stratégiával. A zárszámadás ellenőrzése során teljes körűen vizsgálták a központi költségvetés közvetlen bevételeit és kiadásainak elszámolását, amelyek teljesítési adatai a 2009. zárszámadási törvényjavaslatban a korlátozott minősítési állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a lakástámogatások kivételével megbízhatóak voltak. A szabályszerűségi és az átfogó ellenőrzéseknél vizsgálták a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerét, a hálózat budapesti díjfizetőkért és díjhátralékosokért alapítványt, a fogyatékkal élők érdekvédelmére, ellátására és segítésére hivatott non-profit szervezeteket, a színházak állami támogatását és gazdálkodását, az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolításához kapcsolódó költségvetést. Sor került még teljesítmény ellenőrzésekre is. A 2010. évi jelentésekben tett javaslatok többnyire teljesültek, azokat a fejezetek vezetői hasznosnak ítélték meg. A 2011. évi költségvetési törvényjavaslat véleményezése során megállapították, hogy az éves költségvetés szerkezetét, tartalmát, a tervezést végző szervezetek feladatait, az ÁSZ részére történő adatszolgáltatást egy átfogó jellegű közpénzügyi törvényben lenne szükséges meghatározni. Jó néhány olyan megállapítása van a jelentésnek, amely hasznosításra került, vagy olyan, amelynek hasznosítása folyamatban van. Ilyen például az említett közpénzügyi törvény megalkotása, amelynek műhely munkálatai megkezdődtek a Nemzetgazdasági Minisztériumban, de ilyen többek között
felnőtt képzéssel kapcsolatos törvények módosítása, illetve a figyelemfelhívás, amit elnök úr külön is kiemelt, és köszönöm szépen, hiszen valóban a felnőtt képzésben egyfajta kettősség jelenik meg Magyarországon. Az egyik részről, ha a statisztikát nézzük, akkor azt látjuk, hogy míg az Európai Unióban a felnőtt lakosság 10-12%-a vesz részt felnőtt oktatásban, addig ez a szám Magyarországon 2-3%. Ugyanakkor azt is látjuk, vagy láthatjuk, hogy adott esetben egy munkanélküli a 6.-7. OK és bizonyítványát szerzi meg, és még mindig nincs munkahelye, tehát ez a fajta kettősség valóban nagyon komoly problémát jelez. Ennek megfelelően mindazokat a javaslatokat, és még azon felül is, amelyeket a kormányzat hasznosnak vél a felnőtt oktatás átalakításában, a következő időszakban be fogjuk élesíteni, hogy így fogalmazzak, és mind jogszabályi keretek között, mind pedig a munkaügyi szervezeten vagy más szervezeten keresztüli felnőtt képzést, és gondolva itt akár a nappali rendszerű szakképzéssel való összehangolást is, nagyon komolyan szeretnénk a következő időszakban ebben eredményeket elérni. Összességében a számvevőszék jelentésével egyetértünk, támogatjuk, nagyra értékeljük munkájukat, és további eredményes munkát kívánunk. Köszönöm szépen! Köszönöm, államtitkár úr, tisztelt Országgyűlés! Most a bizottsági álláspontok ismertetésére kerül sor, a napirendi ajánlás szerint 5-5 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Mencer Erzsébet képviselőasszonynak, a Kulturális Bizottság előadójának. Tisztelt ház, tisztelt elnök úr! Az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottsága június 6-i ülésén az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló éves jelentést a házszabály 95. paragrafusának második bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően megtárgyalta. A bizottság a jelentést egyhangú döntéssel általános vitára alkalmasnak találta, arról lényegi vita a bizottságban nem bontakozott ki. Ez nem jelenti azt, hogy az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottsága ne fordítana kellő figyelmet az Állami Számvevőszék tevékenységére, különösen most, hogy az Állami Számvevőszék a napokban tette közzé az oktatás és a kulturális ágazat elmúlt évekbeli ágazati irányításával kapcsolatos megalapításait. De természetesen a tisztelt ház számára beterjesztett, most tárgyalásra kerülő általános éves jelentés is tartalmaz a kulturális ágazatra és a közmédiumokra vonatkozó fontos és megszívlelendő észrevételeket. Ezek között említhetjük a jelentésben szereplő az MTI, vagy a Nemzeti Kulturális Alap 2009-2010-es működésével kapcsolatos megállapításokat. De még inkább indokolt a színházak állami támogatásának és gazdálkodásának ellenőrzésére utalni. Nem kívánok túlterjeszkedni bizottsági előadói szerepemen, de június 6-i bizottsági ülésünkön több alkalommal is egyértelművé vált, hogy az ÁSZ-nak a színházi támogatásokkal kapcsolatban megfogalmazott kritikája nagyban hozzájárult az előadó művészeti törvény képviselőtársaim által benyújtott folyamatban lévő módosításához. A költségvetési források racionális és takarékos felhasználása ma talán még hangsúlyosabb igényként jelentkezik, mint valaha, beleértve ebbe a kultúra területét is. Így megnyugvással vehetjük tudomásul, hogy amint az a jelen beszámolóból kiderül, a közpénzek felhasználását ellenőrizni hivatott szervezet, az Állami Számvevőszék mind szervezetileg, mind módszertanilag megerősödve végzi el ezt a feladatot. Ez derült ki a Kulturális és Sajtóbizottságnak nyújtott beszámolóból is, amelynek nyomán ismételten megerősíthetem, a bizottság a jelentést egyhangon általános vitára alkalmasnak nyilvánította. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm, képviselőasszony! Most megadom a szót Gajda Róbert képviselő úrnak, az Önkormányzati Bizottság előadójának. Szintén 5 perces időkeretben öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Az Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság június 6-a ülésén tárgyalta meg az Állami Számvevőszék 2010 évi tevékenységéről szóló jelentést. Az Állami Számvevőszék Domokos László elnök úr tavaly nyári kinevezését megelőzően közel fél évig elnök, 8 évig pedig alelnök nélkül működött. A főtitkári irányítással működő szervezet a korlátozott jogkör okán csak a halaszthatatlan feladatok ellátására jogosította fel az intézményt, ezért sok olyan döntés elmaradt, melyek a szervezeti fejlődést mozdították volna elő. Az új vezetés a tavalyi év második felében
új számvevőszéki stratégiát alkotott, mely meghatározza a jövőképet és az ellenőrzések következményeit. Kiemelt ellenőrzésként 46 jelentést tettek közzé. Az önkormányzatokat érintően több ellenőrzés is lezajlott 2010-ben. 4 megyét, 6 megyei jogú várost, 6 budapesti kerületet, 66 várost, 4 nagyközséget és 32 községet vizsgáltak. A jövőben új módszerekkel kívánja ellenőrizni és segíteni az önkormányzatok munkáját az állami számvevőszék. A vizsgálódás alapja a kockázatelemzés lesz, a nagyobb pénzügyi, vagyoni kockázattal rendelkező helyhatóságok kerülnek az ellenőrzések fókuszába, így kerül sor a megyék ellenőrzésére is. Az új számvevőszéki törvény közeljövőben való elfogadása véleményünk szerint még hatékonyabbá, a jó kormányzást segítővé teheti az intézmény munkáját. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság egyhangúan 18 igen szavazattal támogatta a jelentés általános vitára bocsájtását. Köszönöm szépen a szót! Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés! Most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 20-20 perces időkeretben. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy ezek közben 2 perces felszólalásokra nincs lehetőség. Most megadom a szót Babák Mihály képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoport vezérszónokának 20 perces időkeretben. Öné a szó, képviselő. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt állami számvevőszéki elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A tisztelt ház kezébe kaphatta az állami számvőszék 2010-es évi tevékenységéről szóló jelentést. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, ismételten hangsúlyozni kell, különösen a közvélemény számára is, hogy van egy szervezet, amely az állami közpénzügyeket ellenőrzi, és kifejezetten csak a parlament alárendelt. Így tehát, ha ez a szervezet bármely tekintetben gyengében végzi a munkáját, vagy nem úgy végzi, hogy elvárnánk tőle, elsősorban rajtunk múlik. Azaz a tisztelt házon és a parlamenten múlik a munkájának a hatékonysága. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, nincs minden ezzel rendjén. Már csak azért is, mert elképzelhető és alkalmasint előfordult az rendszerváltást követően, hogy a törvényhozás, azaz a parlament érdeke és a kormány, az aktuális kormány aktuális érdeke az ellenőrzés tekintetében szembe került. Jellemző módon az elmúlt kormányzati ciklusban 8 évig vezető nélkül volt az állami számvőszék, és ugyanakkor, tehát nem volt alelnöke 8 éven keresztül, és még azt is megengedte a tisztelt ház kormányzati többsége az elmúlt ciklusban, hogy nem volt 2009. decembertől elnöke sem az állami számvőszéknek. Tessék elmondani, tessék megmondani, és tessék elgondolkodni rajta, hogy milyen érdek fűzött ahhoz, hogy az állami számvőszék, a parlament, a törvényhozás legfontosabb pénzügyi ellenőrző szerve nem működhetett megfelelő módon. Nézzék, tisztelt hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy következmények nélküli volt az ország, és a közpénzügyi állapotok, különösen az elmúlt 8 évet illetően, emlékeztem önöket arra, hogy könyvesi trükkök százai, hazudtunk éjjel-nappal és éjszaka, vagy este, ez a pénzügyi közállapot skandalum volt. Skandalum. Tehát szándékosságot látok abban, hogy az állami számvőszék pozicionálása a közpénzügyek ellenőrzésében szándékoltan aludimenzionált volt, magyarul gyenge. Én úgy gondolom, hogy a tisztelt háznak nagyobb figyelmet kell folytani a saját szervezetére, mégpedig az állami számvőszékre, hisz ha valami fontos egy országban, azok a nagyon fontos kérdéseken kívül, hogy munkahely, közbiztonság, törvényesség, stb., a közpénzügyek átláthatósága és elszámoltathatósága. Hozzáteszem azt is, hogy az állami számvőszék, mint általában az ellenőrzés, ugye ellenőriz, és nagyon vulgárisan a példa arról szól, vagy a feladat arról szól, hogy a minta összevetése a praxissal. Magyarul a törvényes működés, a számvitai szabályok szerinti működés összevetése a gyakorlattal. És ennek konklúziója a megállapítás,
vagy megfelel, vagy pedig szabályokat sért és törvényt sért. Még ha ez a tevékenység nagyon korrekt módon és nagyon hasznosan, sőt szakmilag pontosan elvégződött, nem volt következménye a jelentéseknek. Szóval azért gondolják végig, hogy a jelenlegi közállapotok gyökere abban van, abban gyökeredzik a pénztelenség, a hiány, a feszültség, az eladósodtság és sok egyéb más, hogy a közpénzügyek nem megfelelő módon voltak ellenőrizve. Szándékoltan kevés figyelmet folytott a tisztelt ház, kormányzati többsége és a kormány is, a volt aktuális kormány a közpénzügyek ellenőrzésére. És legyengítve még a vezetői oldalról is ezeket a fontos tevékenységeket. Úgyhogy én úgy gondolom, a közpénzügyek állapota jelenleg, az elmúlt időszakban, és inkább ez a helyes kifejezés, skandalum. Skandalum, de ez nagyon enyhe kifejezés, hiszen ez a skandalum, ez nyomort generált, ez a skandalum, ez az emberek elhetetlenítését következményével járt, és azzal, hogy ma Magyarországon nő a szegénység, az emberek rosszul élnek. Tudjuk, ha nincs elszámoló a pénz, bárki teheti a zsebére. És sajnos ez volt. Sajnos ez volt. Gondolj csak azokra a példákra, amelyekben a számvevőszék most az elmúlt évben nagyon hathatósan vizsgálatokat rendelt el, sőt, de büntető feljelentéseket is tett. Tessék ezekre a ügyekre gondolni. És hány van még ilyen az elmúlt 8 évben, hány lehetett, amelyről nem tudunk, de ugyanakkor a kérdésre nincs meg a válasz, hol a pénz? Hát ezt csak ellenőrzésre lehet megállapítani. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim? Tehát én úgy gondolom, hogy 2010 és az állami számvevőszék tevékenysége a megkezdett állami számvevőszék tevékenységére jellemezhető, vagy minősíthető, és nagyon fontos, hogy ez a lendület, ez a szakszerűség, ez az átalakulás, ez a progresszió ne szenvedjen csorbát. Nekünk itt ebben a házban, ebben a patkóban nem fűződik hozzá érdekünk, hogy az állami közpénzügyek ne legyenek átláthatók és ne legyenek elszámolhatók. Tudnia kell mindenkinek azt, hogy ha hozzányúl az állami közpénzhez, akkor azzal el kell tudni számolni. Nem lehet következmények nélkül az ország, és sokan mondják, hogy ezt se kéne ellenőrizni, azt se kéne ellenőrizni. Hölgyek, urak, akinek közpénzre van szükség, legyen az akár segély, akár önkormányzati költségvetési támogatás, uniós forrás, akármilyen összegről van szó, szóval egy sporttámogatás, vagy az egyházak támogatása, ezt a kört sem szabad kifelejteni. Mindenkinek számot kell adni a közpénz felhasználását illetően. És átláthatóvá kell tenni. Ez volt az elmúlt 20 évben a rendszerváltást követően, tisztelt hölgyeim és uraim. Hát nem. Nem. És ez az állapot nem tartható. Azért vagyunk ma ott, mert az állami közpénzek, az adófizetők pénze, a cégeink pénzei, az adóforintok nem voltak tüzetesen ellenőrizve, és nem volt követelmény az elszámoltathatóság. Az átláthatóság, az pedig, kérem, a ködösítés állapotába ment át, sokszor az állami költségvetés tekintetében is, ugyanis a kormány számol el, azt jól tudják a tisztelt háznak, az állami költségvetés végrehajtásával, az pedig a ködösítés időszaka volt. Nos, tehát én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy e beszámoló kapcsán, a 2010-es állami számvevőszék beszámolói kapcsán is szóvá tegyük azt, hogy innentől kezdve teljesen szabályozottan, regulázottan, egy nagyon fontos parlamenti szervezetet helyzetbe hozva meg kell követelnünk, és biztosítanunk kell a feltételeket a hathatós és hatékony munkáikhoz. Ez az ország csak akkor tud felemelkedni, hogyha, és ezt most kérem, vegyék nagyon komolyan, ez az ország csak akkor tud felemelkedni, és akkor lesz új Magyarország, akkor lesz megújuló Magyarország, ha közpénzek hasznosulását, hatásolását, felhasználását kőkeményen ellenőrzi ez a tisztelt ház és az ország. El kell vele számolni. Akkor lesz csak rend. Ha nem, a többi az mind következmény. Kérem, mindenhez pénz kell, és mindenhol ott van a pénz, és közpénz. Ha ez nincs elszámolva, az egész ország, beszélhetünk itt demokráciáról, sok egyéb másról, de semmi se lesz az országban. Tehát a közpénzekkel nagyon kőkeményen el kell tudni számolni, és átláthatóvá kell tenni mindenki számára. Miért tisztelt hölgyeim és uraim, e tekintetben a magyar kormány, a tisztelt ház, parlamenti többsége a sarkalatos törvény elfogadását követően első számú törvényjavaslata az állami számvevőszékről szóló törvény benyújtása. Ez is jelenti azt, hogy legfontosabbnak tartja a kormányzati többség a közpénzügyek elszámolhatóságát. Én úgy gondolom, hogy annyi figyelmet kell szentelni
az állami pénzügyek tekintetében, amennyi oda szükséges, és biztosítani kell. Persze emlegethetném azt a közhelyet, amelyet az igazgatás szervezés kapcsán meg kell határoznunk, és a szakmában közismert, hogy cél, feladat, szervezet és feltétel. Erről szól az állami számvevőszéki törvényjavaslat, amely a tisztelt ház előtt van. Meg kell határozni, és kérem, a céltról beszéltem.